Na szevasztok srácok, üdvít a játszótéren, én Makan vagyok, itt lenk nektek a dupla Wheelspin Tuning Forza Horizon 5 kiadásának következő epizódjával, amiben ismételten megpróbálunk valami különleges autót kiforgatni, rá pedig egy különleges tuningot. Hoppá, Lotus Cortina forgott ki srácok, nézzük meg, hogy milyen tuning pörök ki rá. Egy track tuning, egy track tuning pörgött ki rá, azt a mindenit, srácok, hú, na ez nagyon komoly lesz, ez brutális lesz, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy tudjuk megépíteni dragre, azt már előre leszögezem, srácok, hogy a motor az, hogyha nem 1.6 turbo rally, akkor ki lesz cserélve mindenképpen, hát ez valami brutális, úgyhogy menjünk be, és nézzük meg, hogy milyen motort lehet belepattintani a kocsiba, menjünk be a tuningba, és tuningoljuk fel a Verdát. Na hát srácok, lehet bele motort szveppelni, még nem is akár, mint egy 3-2 sor 6-ot, ez egy E36 BMW-nek a motorja, úgyhogy ezt fogjuk belerakni a kocsiba, ami alapból 321 lóerő, valami kegyetlen lesz ez a Verda, de nézzük meg, hogy mi lesz a vége neki. Az igen, S1 842 lesz a Verda, 721 lóerő, 708 Nm, 880 kiló. Te jó Isten, mit fog ez menni ez a Verda, srácok? Még nyomunk rá egy drag tuningot, egy drag finom hangolást, és utána kiviszik a pályára, meg nyilván választok rá egy festést, és utána kiviszik a pályára, és megnézzük, hogy mit megy a 400 méteresen, meg mit megy az 1 kilométeres gyorsulási versenyen, mert egyszerűen nagyon kíváncsi vagyok rá. S1 842, te jó Isten, nagyon beteg. Na, hát srácok, meg lenne a Verda. A drag beállítást azt a Quick Tune H5-tel csináltam, ugye ez a Playáruházból letölthető, meg iOS-ra is letölthető, ugye a mit tudom én miből, Apple Store, vagy nem tudom, hogy hívják, de hogy én Playáruházból letöltöttem a Quick Tune H5-öt, ugye megvettem ezt a programot, és ezzel tuningoltam be a Verdát, mert sajnos a dragre nem emlékszem már, hogy kell tuningolni, hogy itt olyan rég csináltam, szóval teljesen a programra hagyatkoztam. Megnézzük, hogy mit alkottunk ezzel a programmal, aztán lehet, hogy csak finom hangolni kell rajta. Egyébként, ahogy emlékeim nem csalnak, vagy visszaemlékeztem, nagyjából jó, amit tudott nekünk tuningolni a kocsi, vagy tudott a program tuningolni a kocsin. Viszont azt néztem, srácok, hogy ez csak ez egy Lotus, hiába a Fordok között van, ott van a Lotus embléma rajta, nézzétek meg jobban. De ott van a kocsin a Lotus embléma, szóval ezt kajak egy Lotus, csak lehet, hogy Ford adta ki, vagy nem tudom pontosan, hogy van ez, itt is itt a Lotus embléma rajta, úgyhogy nem tudom, de mindegy, egy Lotus Cortina, ami a Fordok között van, ez a neve is neki, hogy Ford Lotus Cortina, mindegy is, nézzük meg srácok, hogy mit megy ez a kocsi drag pályán. Na először nézzünk innen neki srácok, egy végsebesség, mondta, nem végsebességet, hanem a Trafipaxnál mennyit érünk el vele, nagyon kíváncsiak, esetleg beáll-e mellém valaki, de nem fog szerintem. Ja, nem, nem mernek a Porsche-k kiállni ellenem, biztos, hogy nem mernek kiállni. Na mindegy, úgyhogy nézzünk neki. Egy ilyen launch kontrollal indított gyorsulást, és hogy megnézzük, hogy a Trafipaxnál mi lesz a vége. Na hajrá! km/h volt, nem semmi egyébként. Nagyon komolyat megy a kis Verda. Na menjünk srácok, egy
rendes versenyt, nézzük meg ott mit megy a Verda. Na, itt lennék a versenynél, hát ugye profi szintű botok vannak beállítva ellenem, drivatárok, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül őket legyőzni, induljunk is neki. Nagyon kíváncsi vagyok rá, egyáltalán meg tudjuk-e őket fogni, vagy nem. Gyerünk! Gyerünk! Sikerül! Á, nem jó! Micsoda! Hát mindenki leelőz minket. Hát ez hogy van? Hatodik lettem, lol! A profiait nem tudjuk legyőzni gyorsulásba. Ugye ezt mondtam, hogy ezek amúgy csalnak. Na de mindegy is. 15 másodperc alatt sikerült abszolválnunk a dolgot, mondjuk nekik is. De érdekes nagyon ez a dolog. Az igen, és Starkkal ezredre ugyanolyan időt futottunk, lol! Stark ugyanolyan időt futottunk. Jó van. Na menjünk rá a hosszabb drag pályára, nézzük meg ott, hogy mit tud ez a kis Verda. Na itt lennénk az 1 kilométeres pályán, gyerünk, nézzük meg mit megyünk. Nagyon jó volt az indulás, nagyon szépen leadjuk őket indulásba. Igen, csak itt elkezdenek jönni, a lolák azok nagyon csúnyán megvernek egyébként. A többi az nem a lolák, ha nincs lola a versenybe, akkor jó. De amúgy elvernek nagyon, és a többi autót azért lehajtuk. 15-2.35, wow, király. Szépen teljesítettük ezt a pályát is. 15-2.35, az igen. Na, viszont itt harmadikak lettünk, és nagyon jól indultunk el. Tehát nagyon jó volt az indulás, nyilván lájkoljuk egyébként a dizájnt, azt mindig tuningot, dizájnt, srácok, lájkolni kell. Mindig megint mocsik a győzet, nem is hiszem el. Nyilván nyitunk egy 5000 kreditet, nem baj, jó az a tuningból egy kicsit visszajön egy kis lóvé, oké. Viszont az autó brutális, hát olyat lehet vele indulni, tényleg így launch kontrollozva is akár, vagy valami hihetetlen. Picit elkapar, de még éppen annyit, hogy nem kell belenyúlni a váltóba, mert utána jobban befulladna. De nagyon komoly, és azt mondom srácok, hogy ez a tuning, amit adott nekünk a Quicktune, igazából teljesen jól használható dragre a Verda, nagyon jól lehet vele gyorsulni, szóval nem nagyon változtatnék igazából a kocsin semmit, mert ami kell nekünk, hogy jól induljunk el, az megvan. Talán váltót az lehet, hogy rövidebb, mert hogy hosszabbra raknám, hogy kevesebb fokozatot kelljen váltanunk, de amúgy teljesen meg vagyok vele elégedve. Szóval, hogyha valaki nem tud tuningolni Dragverdát, mint ahogy én nem tudok tuningolni, annak srácokat van a Quicktune H5 nevezetű program, így zárójelben megjegyzem, de eszméletlen király autót lehet vele csinálni. Hát nekem ez, srácok, nagyon tetszik. Ezért szeretem ezt a dupla wheel spin tuning videósorozatot, mert hogy ilyen autókat tudunk benne gyártani, mint például ez a Lotus Cortina is, dragre, valami hihetetlen. Belepattintottunk egy 3-2 sorhatot, 721 lóerő, 880 kiló, mi kell még? Sima szliggumi rá, aztán hajrá, adjad neki. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretek lemaradni a hasonló forzás tartalmakról, illetve egyéb játékból készült videókról, streamekről, akkor mindenképp iratkozzatok fel, és a feliratkozás gomb mellett nyomjátok be a kis csengőt, és benne a pipát is, hogyha szeretnétek, hogy a YouTube értesítsen is titeket arról, hogyha valami történik a játszótéren. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép napotok, bármikor is látjátok ezt. Én Makan voltam, sziasztok!